Takács Jácint vagyok, a PPH egyik vezetője. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon köszönöm vezetőmnek, Szedlacsik Miklósnak, hogy a mai nap házigazdája lehetek. Kondorfáról, az Őrségből érkeztem párommal, Anasztáziával. 6 gyermekünk van és 4 unokánk. Családi vállalkozásunk van, ahol korábban kereskedelemmel foglalkoztunk, most pedig PPH szervezéssel foglalkozunk. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert az előadások nagy hatással voltak, amit először láttam az interneten előadásokat, nagy hatások voltak rám, és teljesen azonosulni tudtam Szedlacsik Miklósnak a céljaival, és úgy éreztem, hogy tehát ennek a feladatnak a megoldása, vagy létrehozásában nekem is részt kell vállalni. Tehát egyből éreztem, hogy ez kötelességem. És a Nyílt Akadémia ember és életjobbító coachképzései által az életemben jobban tudok bánni magammal, párommal, gyermekeimmel, szüleimmel, másokkal, munkámmal, és tehát próbálom minden életterületre kiterjeszteni és beépíteni azt a tudást, amit itt a PPH-nál kapunk, hogy egyre kiegyensúlyozottabb és boldogabb életet tudjunk élni. Hát elég sok nehézséget meg kellett élnünk ahhoz, hogy tehát, hogy kinyíljon a szemünk, és elinduljunk ezen az úton. És több tanfolyamon részt vettünk, és mindig kaptunk egy kis löketet, de teljes választ és megoldást nem kaptunk. És tehát mindig bennem volt egy olyan hiányérzet, hogy még van ennél biztos valami több, és tehát egyfolytában kerestük a megoldásokat, és tehát itt a PPH-nál találtuk meg azt, úgy érzem, amire vágytunk, és tehát ezáltal a tudás által az életünk tényleg kiegyenesedik, és boldog és kiegyensúlyozott életet tudunk ezáltal élni. És a tanultak alapján én is úgy voltam régebben, hogy mindig az eredményeket szerettem, tehát hogy egyből szerettem volna az eredményeket, és azt úgy érzem, hogy mindenkinek meg kell élni, hogy az eredmények nem jönnek úgy, hogy elkezdem csinálni, és egyből sikeresek leszünk benne, mert tehát ez talán nem is lenne jó. Főleg így a lelki fejlődésben, hogy amik megtörténnek velünk élethelyzetek, azokat meg kell érteni, meg kell emésztenünk, tehát, hogy fel kell dolgoznunk magunkban, és ezáltal fejlődni kell, és tehát ezek segítenek, és visznek előre bennünket, és utána jönnek az eredmények. Úgyhogy a türelem az egy nagyon, nagyon fontos dolog az emberek életében, és látjuk, hogy nagyon sokan küzdenek ezzel a problémával. Én is Kondorpáról érkeztem, mély meglepő, Jácinttal. 4 felnőtt gyermekünk van, 2 kiskorú és 4 kis unokánk. Eredetileg én mérleképes könyvelőként a saját könyvelőirodámat működtettem, majd természetgyógyászatot tanultam, és emberekkel foglalkoztam egy ideig, amíg rá nem jöttem arra, hogy nem igazán tudok nekik azzal a tudással segíteni, mert azt láttam, hogy ha ők nem változtatnak a gondolkodás módjukon, akkor,
akkor teljesen mindegy, hogy én milyen csodaszerrel, vagy milyen géppel, vagy bármilyen tudásommal segíteném őket, de mindig vissza fognak esni oda, ahonnan elindultak. Jobb esetben csak oda, rosszabb esetben még mélyebbre, és akkor igazából kerestem azt, hogy mi lehet a megoldás, és hát ugye a fentiek mindig segítenek, és gyorsan a segítségünkre sietnek, és erre kaptam megoldásként a PPH-t, ami hát a legjobb dolog volt szerintem a eddigi egymáson kívül az életünkben, mert hát egy csodálatos úton, egy csodálatos utazáson veszünk részt tulajdonképpen, egy küldetés felé haladunk, egy küldetés beteljesítése felé haladunk ezáltal. Tehát én ezért kezdtem el itt tanulni, és ezáltal most már nagyon, tehát én is, ahogy Játénk mondta, én is nagyon sokat változtam, én is jobban tudok bánni magammal, jobban felismerem hamar a olyan viselkedésemet, ami korábban nem volt szimpatikus másnak, aztán most már nekem se. És hál' Istennek ezeket most már felismerem, illetve most már nem is mindig jönnek elő. Úgyhogy ennek én nagyon örülök. És ezáltal ugye ővele is jobban bánok. Ezáltal sokkal harmonikusabb, boldogabb a kapcsolatunk. És hát a szüleinkkel, a gyerekeinkkel és másokkal is. És így vagyunk alkalmasak arra tulajdonképpen, hogy segítsünk másokat, és másoknak példát mutassunk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta él házasságban, sokat tett azért, hogy jól tudjanak együttműködni, kiegyensúlyozott és boldog életük legyen. Két fiú gyermeket neveltek fel. 2017 óta ismerjük őket személyesen, és látjuk, hogy jó példát mutatnak ezen a területen is. Szedlacsik Miklós nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Szedlacsik Miklós több mint 1987 óta foglalkozik emberekkel, és van saját szervezésű csapata. Kötelességtudó és felelősségteljes tanító. Ebben példát mutat számunkra. Az évek során meggyőződtünk róla, hogy Szedlacsik Miklós követendő minta és egy példakép számunkra. Rengeteg tapasztalatot szerzett az emberekkel való bánásmódban. A PPH 1994 óta egy jól működő közösség. Szedlacsik Miklós átlagemberként kezdte, és az élet vezette a mostani útjára, amelyen a 90-es évektől nyitott a spiritualitás felé. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. A Nyílt Akadémia létrehozásával nagyon sok ember fejlődésében segített már. Ő az egyetlen ember a Földön, aki egy rendszerben és egy szervezetben egyesítette az anyagot és a szellemiséget. Vezetésével Magyarországon egyedülállóan 4 különböző területen lett egy szervezet vagy piacvezető. Olyan ember, akit lehetetlen eltántorítani belső elhatározásától, teremtő erővel rendelkezik, képes bármit megvalósítani, amire igazán vágyik. Soha nem hagyja magát lefékezni, megállítani. Olyan eszmék vezérlik az életét, amelyek emberek millióinak életét változtathatják meg örökre. Képes feltétel nélkül hinni az emberek jóságában és fejlődési képességében. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik, többek között fentről kap válaszokat, információkat. Küldetése az aranykor létrehozása, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba.
Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nézzük akkor, hogy mivel is foglalkozunk, jó? Egyébként megkérdezném, hogy mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Szuper jó világunk van, nem? Egyre jobb világunk van, igen. Most hágnak nyakára az embereknek. Tehát egy érdekes világban élünk, nem? Nem tudom, mit láttok a környezetetekben, hogy az embereknek csökkent a problémáik mennyisége, minősége, vagy esetleg nőtt. Mit láttok? Nőtt? Tehát több a problémáik, vagy kevesebb? Több. És ti mit gondoltok arról, hogy vajon a problémákat könnyebb megoldani tudással, vagy inkább ösztönből kell a problémákat megoldani? Tudással. De az emberek mintha azt gondolnák, hogy ösztönből kellene megoldani, nem? Nem vettétek észre? De valahogy nem jönnek rá arra, hogy hát lehet, hogy a szüleik azért éltek jobb életminőséget, tehát jobb hangulatban, jobb kedvben, mert hogy kevesebb problémájuk volt, nem? Nem lehet, hogy ezért? És lehet, hogy a nagyszüleiknek meg még kevesebb problémájuk volt? Nem? Legalábbis ugye az én generációm még emlékszik a nagyszülőknek a generációjára, és azt látta, hogy ők nyugodtabb, boldogabb életet éltek, mint a mai ember. Nem? Emlékeztek erre? Főleg az én generációm. Tehát akkor nem látják át vajon az emberek azt, hogy régebben sokkal kevesebb gond, probléma volt, mint manapság? Lehet, hogy ennyit nem látnak át. Pedig ez elég nyilvánvaló, nem? Hogy a problémák, gondok száma az nem csökken, hanem fokozódik, nem? És ez kihat természetesen az emberekre. És miből gondolhatják vajon azt az emberek, hogy a problémákhoz nem kell tudás, majd megoldódik? Hát egy családban régen, mikor mondjuk 40-50 évvel ezelőtt, egész élet során nem sok gond volt. De egyszerre egy család elboldogul úgy 2-3, ritkán 4 problémával egyszerre. Tehát egyszerre. És tényleg az emberek 2-3 problémával el is boldogulnak, de amikor nem 2-3 probléma van, hanem jó, lényegesen több. Tehát mit tudom én, mind a kettőnek gond van a munkahelyével, nem? Az már 2 probléma rögtön. Akkor mind a kettőnek mondjuk gond van a fizetésével is, nem? Tehát mind a kettő többet akar, mármint fizetést, amennyiért dolgozik, nem? Akkor már ez már 4 probléma, nem? Akkor, mit tudom én, ha gyerekük van, akkor a gyerekkel is szokott probléma lenne, nem? Mondjuk egy gyerek van, akkor 1 probléma. Ha 2 gyerek van, akkor 2. Nem? Akkor az már 6 probléma. Nem? Ha még egymással is van gondjuk valami, nem? Akkor már az a 7 probléma. És akkor még mennyi olyan lehet, mit tudom én, ez ilyen probléma, olyan probléma, amolyan jön a ilyen világhelyzet probléma, Covid probléma, stb. Akkor már újból jön a Covid probléma, mit tudom én, rezsicsökkentés, vagy rezsiemelés lesz, vagy az nem megint egy probléma, akkor árstopp, mennyi benzint lehet venni, mennyit nem. Következő probléma, hát végig számoljátok, egy családban hány probléma van.
Nem kettő-három, mint annak idején, hanem rengeteg. És az ember az kettő-három, max. Négy problémával egy családon belül, egy családban elboldogulnak, de annál többel az ember képtelen. És akkor mi a megoldás? Hát az emberek azt gondolják, hogy hát a ősök is elboldogultak két-három problémával, csak itt ugye nem két-három probléma van a jelenben, hanem generálják a problémákat. Ha nincs elég problémájuk az embereknek, akkor csinálnak nekik, hogy legyen. Nem? A múltkor volt, nem szoktam ilyet csinálni, nem is tudom, mikor néztem utoljára, ez nem a reklám helye, a TV2-esen a tényeket. Tehát megbántam. Hát csak azért néztem, mert valahogy, ugye akkor volt ez a kata, meg rezsi csökkent, tehát rezsi növelés, igen, nem csökkentés. Probléma ez a napokban volt egyébként. És hát mondom, akkor kíváncsi vagyok, mit mondanak valamelyik, és az került elém ugye a TV2-nek a tényeke. És be is harangozták, hogy erről a két hírről lesz szó. Hát de mikor? Hát utolsó két hírként értem. Előtte, hát a régi kékfény az kutyafüle volt, ezt képest. Amit én hallottam a tényekbe. Hát de ott aztán már lassan horror is van abban. Komolyan, amit ott lát az ember, szó szerint. És ontották hírt hír után, érted? És tudod, régen volt egy olyan rendelet, lehet, hogy már nem érvényes, hogy minden tizedik hírnek jó hírnek kell lenni. És akkor régen volt ilyen, hogy mit tudom én, mosó medve született az állatkertben, ez volt a jó hír, érted? De most már ilyen sincs, most a jó hír a rezsicsökkentés, érted? Az a jó hír. Igen, hogy még nem szüntetik meg, az a jó hír, tudod? Gondold végig, és hát csak már más feltétel, de nem szüntetik meg, hanem más lesz a feltétel, érted? Ez a jó hír. Na mindegy. Szóval mondom, amit a tévében látni így a hírekben, az szó szerint, hát ez valami horror, és ha az ember ilyeneket nézeget, hát én nem is csodálom, hogy mit tudom, háromszor annyi problémája lesz az illetőnek, mint amennyi eredendően lehetne. Szóval egy olyan világot élünk, ahol nem is volt külföldi hír, most jövök rá tényleg abban. Három-negyed órán keresztül, vagy nem, fél órán keresztül biztos, hogy ment az a tények, érted? És külföldi hír az nem is volt, csak itt milyen horror történt Magyarországon, meg ez a két dolog. Tényleg nem volt semmi. Hát a nejem már, mit tudom, hányszor mondta, hogy hát zárd meg már, mert ez borzalmas nézni, meg hallgatni. De mondom, erre voltam kíváncsi, úgyhogy ez volt az első, meg az utolsó, hogy az utóbbi években ilyet én megnéztem. Majd, ha kijön egy rendelet, inkább elolvasom. Na szóval, mint hogy ilyenben nézegessek. No szóval, lényeg az, hogy egy érdekes világban élünk, és hát én, nem csak én, hála Istennek, most már nem csak én egyedül, hanem sokan azt gondoljuk, mert én már 2020-ban úgy gondoltam, hogy a problémákra a tudás a megoldás. De milyen tudás? Hát az olyan tudás, amit a mindennapokban tud használni az ember. Egy kicsit akkor 2000-ben, tehát 20 évvel ezelőtt azt akartam mondani, illetve 22 évvel ezelőtt, kicsit megelőztem a koromat, mert akkor mondom, 2000-ben azt gondoltam, hogy hát bizony ahhoz, hogy az ember a problémáit kezelje, ahhoz tudásra van szüksége. De valahogy erre nem voltak nyitottak az emberek, úgy tömegesen, de tudod miért nem? Hát mert sokkal kevesebb gond volt 22 évvel ezelőtt, mint manapság. Sokkal kevesebb gond. És hát ugye most már azt látni, hogy egyre többen gondolják úgy, hát bizony kellene ahhoz tudás, hogy boldoguljunk. Nem? Hát lényeg az, hogy
hogy ugye én összeállítottam ezzel kapcsolatban egy anyagot, ami hát 4 év alatt nem megy le. Tehát abból csak egy téma volt 8 hónap a múltkori, és van 25 témánk. Jó, hát a legtöbb téma az nem 8 hónapos, hanem 2-3-4 hónapos, bár nem hiszem, hogy már lesz olyan témánk, ami 1 hónapos lesz. Tehát nem valószínű. Mert ugye régen mind 1 hónapos volt a 25-ből. Hát a 25-ször 1 hónap, az 25 hónap, nem? Az 2 év. Bár akkor még csak 20, ugye 24 téma volt. Tehát van bőven tudás, de mire vonatkozóan? Hát, hogy az ember, ugye azért van ez a tudás, hogy az ember tudjon segíteni másoknak benne. Nem azért van ez a tudás, hogy tudjon segíteni magának az ember. Hát most képzeld el, ez a 25 téma kiterjed az egész életre, hogy bármi probléma szembe jön veled az életedben, megoldhasd. Vagy bárkinek az életében szembe jönnek problémák, megoldhassa. Ez a 25 téma ezt a célt szolgálja. De te azt akarod, hogy neked annyi problémád legyen, hogy ezt a tudást a saját életedben kelljen használnod. Remélem nem gondolod ezt komolyan. Hát az azt jelenti, hogyha mondjuk, mit tudom én, mondjuk 500 féle problémával találkoznál, akkor 500 féle megoldást tudnál nyújtani, érted? Ennek a tudásnak alapján. Na azért nehogy már legyen 500 féle problémád. Tehát ez a tudás arra jött létre, hogy az embereknek tudjunk segíteni. De ha megnézed az embereknek, akkor nekik van 500 féle problémájuk. Külön-külön. Vagy lehet, hogy van egy embernek 10 féle, de lehet, hogy sok embernek van 10 féle, de az 50 embernek kell legyen, hogy legyen 500 féle. Sőt, ott lehet, hogy vannak átfedések is. Ezt most csak azért mondom, hogy ez egy olyan tudás, amivel embereken tudunk segíteni. Miért kell embereken segíteni? Mert van egy alap dolog. Ez egy olyan fajta segítés, amit az emberek tudnak használni. Az életükben boldogítja őket, mert kevesebb olyan dolog lesz az életükben, ami problémát okoz. És ha egy emberen azt látod, hogy jobban érzi magát a bőrében, akkor valamit tettél érte. Érted? És mi az alapja annak, hogy emberekért akarjunk tenni? Hát nem a pénz. Nem. Nem is bármilyen érdek. Nem. Egyetlen egy dolog motiválhatja az embert abban, hogy embereknek segítsen. Ezt tudod micsoda? Az emberek szeretete. És te minél jobban fogod szeretni az embereket, annál több embernek akarsz segíteni. Miért? Azért, hogy ők is boldoguljanak. Tehát, elnézést, én nem akartam saját magam nagyon sokféle problémával rendelkezni, hogy azt a tudást az én saját életemben használjam, amit én tudok. Tehát én nem akarom azt az életemben használni. Én azt akarom, hogy akiknek vannak olyan problémáik, amiben segít a tudás, ők használják. Érted? Na most, hogyha én segítek másoknak abban, hogy a tudást használják, és boldoguljanak az életükben, akkor én megélhetem tapasztalatból azt, amit nem én élek meg közvetlenül,
hanem csak közvetve, mert ők élik meg közvetlenül a problémát. De azáltal, hogy segítek, van rálátásom az ő probléma megoldásukra, és ezáltal természetesen a saját problémájukra is. És ezáltal nem csak a tudásom van meg, hanem tapasztalatot is szerzek arra, hogy honnan indultak, és hova jutottak el a tudás révén. Tehát mondhatjuk azt, hogy csak nem olyan tapasztalatot szerzek ezáltal, mintha én éltem volna meg azt a problémát. De mennyivel könnyebb, hogy nem én éltem meg? Tehát a jövőben nem ennyi problémájuk lesz az embereknek, hanem még több. Tehát a világ afelé megy, hogy az embereknek még több problémájuk lesz. És itt már nem csak olyan probléma lesz, ami most vannak. Tehát ugye mit jelent az, hogy most vannak? Sok embernek az volt a problémája, hogy nem utazhatott mondjuk, mert ő nagyon szeret utazni, ezért beoltatta magát, hogy utazzon. Nem? Vagy mondjuk olyan munkahelyen dolgozott, ahol ott akart maradni, azon a munkahelyen, és akkor beoltatta magát, hogy ott maradhasson azon a munkahelyen. Emlékeztek erre a dologra? Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag kényszerből ugye rákényszerítették magukat, hogy olyan lépéseket is megtegyenek, amit esetleg maguktól nem tettek volna meg. Tehát most gondold végig, ha egy olyan világban élünk, ahogy ezt már megcsinálták, mi lesz itt ezután? Tehát ez egy olyan lépés volt, ahol ő mondjuk beoltatta magát, hogy utazzon, de miért? Mert van pénze utazni. Érted? De egy kicsit most megnézed az inflációt. Megnézed, ugye az infláció mit jelent? Áremelkedés. Hogy az árak milyen mértékben emelkednek. Ha ezt megnézed, akkor rájössz arra, hogy az áremelkedések így fokozódnak, akkor az az átlag 200 ezer forintos kereset, az mondjuk egy év múlva felét se fogja érni. Érted? Nyilván a 400 ezer forintos kereset is mondjuk a felét se fogja érni. Érted? Jó, mondjuk emelkednek a fizetések mondjuk 10-20%-ot, de az nem olyan mértékű, mint a pénzromlás. Tehát itt az lesz a következő lépés, hogy az embereknek nem lesz pénzük pénzt költeni. Érted? Na most, ugye itt a rezsivel kapcsolatban vannak, hogy mennyit fizetnének az emberek, hogyha nem lenne a rezsicsökkentés. Meg ugye van, hogy mennyi lenne az üzemanyag, ha nem lenne ez az árstop. De hát ezt örökké nem lehet fenntartani. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy gondold végig, hogy ha mondjuk 6-szor annyiba fog kerülni a rezsit, mint amennyi most, akkor mit csinálsz? Akkor mennyi marad az egyébre? Mennyi marad az egyébre? Mondjuk a villanyszámlád 6-szor annyi lesz. Mondjuk az egyéb, ami a fűtésszámlád 5-szor annyi lesz, vagy nem tudom, hányszor annyi. Mindegy. Értitek? Tehát most a legtöbb ember egy ilyen álomvilágban él. Ugye vannak környező országokból. Ott ők már élik, és nem kis számmal vannak a környező országokból, meg nem csak környező országokból, hanem távolabbi országokról. Nálatok ott van ilyen rezsicsökkentés? Nincsen. Ti már a magas, megemelt rezsiket fizettek. Nálatok van benzinástop? Nincs. Ti már a magas benzinástopot, vagy a benzinárakat fizetitek. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ott már élik a magasabb kiadásokat. Sőt, vannak olyan országokkal már egy-két éve élik ezeket a magasabb kiadásokat. Tehát azt gondold végig, hogy
hogy vajon a jövőben lesz-e több problémájuk az embereknek. És mindig a legégetőbb, na most én megéltem azt, mindjárt megértitek a mondatot, hogy miért hagytam abba, megéltem azt, hogy emberek jól éltek. Itt a szervezeten belül éltem meg annak idején. Jól éltek, tehát jól kerestek. És megéltem azt, hogy láttam azt, hogy tartósan, ugye egy ember, ha jobban él, hozzáalakítja az élet színvonalát ahhoz a megemelt jövedelemhez. És most ez van egész Nyugat-Európában és Észak-Amerikában. Hogy az emberek hozzászoktak a viszonylag magas jövedelemhez. Világos ez? És tudod, mit láttam, amikor az embereknek visszaesett a jövedelmük? Én ezt láttam embereken, nem kevés emberen. Tudod, milyen rossz az, mikor vissza kell állni egy olyan jövedelemhez, jövedelemre, amiről már rég leszokott? Érted? Tehát kialakítják az életminőségüket, életszínvonalukat az emberek a magas jövedelemhez. Vagy ha kicsik a költségek, a magas jövedelem kis költség, érted? És ha csökken ez az a rés, érted? Tehát szűkül a rés. Az emberek nem tudnak ebben mit kezdeni. Ebből körülbelül azt láttam, hogy 20 emberből körülbelül egy tudott ebben mit kezdeni, és 19 nem. És tudod, mi lett belőle az emberek, hogy nem tudtak ezzel kezdeni semmit? Elszegényedés. És olyan alacsony anyagi szintre jutottak ezáltal, hogy amilyen szinten gyakorlatilag soha életükben nem voltak. Érted? Tehát lehet, hogy te nem éltél meg ilyeneket, de mivel nekem eddig hát sok tízezer emberrel volt kapcsolatom, ezért ugye lehet, hogy egy kicsit nagyobb a rálátásom az emberek működésére. És azért itt sok-sok ember keresett már a múltban is jó pénzeket, és eljött az idő, amikor nem kerestek jó pénzeket, érted? És most ez nagyban lesz így, egész Európában és egész Észak-Amerikában, hogy az emberek életminősége az vissza fog zuhanni. És tudjátok, mivel fognak próbálkozni az emberek? Hitelfelvétellel. És azt tudod, tehát avval akarják majd fenntartani az életszínvonalukat. És annak tudod, mi lesz a következménye? A totális elszegényedés. A teljes elszegényedés. Na most ez vár a nyugati civilizációra, gyakorlatilag az emberek tömegének az elszegényedése, ez biztos. Tehát ez nem jóslat, ez tuti, hogy így lesz. Érted? És méghozzá belátható időn belül. Ez azt jelenti, hogy 1-2 éven belül. Érted? Tömeges elszegényedés. És gondold végig, hogy az embereknek hogy fog ez esni. Hogy fog ez esni nekik? Jó lesz nekik? Biztos, hogy nem. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy itt lesz valamilyen pozitív visszarendeződés, hát ez óriási téved. Nem lesz ilyen. Tehát itt egy megoldás van, bizonyos csoportok a Földön vagy összefognak, vagy mennek a sülyeztőbe, érted? Tehát mi csinálunk egy összefogást, pont az emberek érdekében csináljuk ezt az összefogást. Tehát azoknak az érdekében, akik hajlandók tanulni, fejlődni. És ennek van egy küldetése, ugye ez egy fenti indítatásból történt, ami azt jelenti, hogy nekem volt ebben kapcsolatban egy megélésem, egy látomásom, hogy megbíztak ezzel, hogy itt van egy szervezetem, amelyik alkalmas erre,
hogy létrehozzuk az aranykort. Ez nem most történt, hanem vagy 12 évvel ezelőtt. És elkezdtük az ezzel való foglalkozást. Miért? Azért, mert 93 óta tanítok, vezetek embereket, és nem csak az olyan dolgok érdekelnek, ami anyagi természetű, hanem érdekelnek, világéletemben érdekeltek a szellemi természetű dolgok. És ugye ezáltal sikerült úgy összehozni a szellemi dolgokat az anyagi természetű dolgokkal, mivel az anyagi dolgokban is jelentős tapasztalatokkal bírok, és most már ugye a szellemi dolgokkal is elég jelentős tapasztalatokkal bírok jó sok éve, ezáltal ugye sikerült összehozni ezt a kettőt. Mert ha ez a kettő összejön, akkor ez szinkronban van a működéseddel. Mert te saját magad egy szellemi és egy fizikai lény vagy. A kettő együtt. És a szellemi és a fizikai lénynek a fejlődéséhez kellenek a fizikai dolgok, és kellenek a szellemi dolgok. És egyik sem működik, tehát egy fizikai-szellemi lény, vagy egy szellemi-fizikai lény, az nem tud úgy fejlődni, hogy csak egy terület van fejlesztve. Ezért látod azt, hogy azok az emberek, akik csak szellemi dolgokban fejlesztik magukat, nem is fejlődnek. És azok az emberek, akik csak anyagi dolgokban fejlesztik magukat, nem is fejlődnek. Mert mi két dologból állunk, fizikai és szellemi lények vagyunk, ami azt jelenti, hogy a fizikai és szellemi dolgokban is egyaránt fejleszteni kell magunkat. És a Földön én nem tudok még egy olyan szervezetet, ahol szellemi és fizikai fejlesztésben együtt a kettőben tudják fejleszteni az embereket. Ez itt megvalósul, itt megvalósult, ami azt jelenti, hogy ezt csináljuk, átadjuk az embereknek az olyan tudást, amit a fizikai valóságban is, és a szellemi létben is tudják használni. És ugye ez a küldetés arról szólt, hogy aranykornak kell lenni. A fentiek egy kicsit füllentettek az elején. Mert azt mondták, hogy 2070. Miért? Mert túl közel lett volna 2035 ahhoz a létszámhoz képest, amennyien akkor voltunk. És amikor megnövekedett a létszámunk, akkor ezt mondták, hogy emiatt tették, a 2070-et emiatt mondták, hogy ha akkor azt mondták volna, hogy ahhoz a létszámhoz képest, hogy 2035, rögtön elment volna a kedvünk. Mert egyszerűen ahhoz a létszámhoz képest megvalósíthatatlan lett volna. De így ez ehhez a létszámhoz képest már megvalósítható a 2035. A 2035 az azt jelenti, hogy akkor ezen a bolygón aranykornak kell lenni, ami azt jelenti, hogy ugye a lakosság, a teljes bolygó lakosságának a 80%-a lenne alkalmas arra, hogy a tanulás révén bekerüljön az aranykorba, 2035-re. Tehát az egész bolygón mindössze a 20% teljesen alkalmatlan arra, hogy bekerüljön az aranykorba, mert őket úgy hívják, hogy elnyomók. Ugyanis a bolygón minden ötödik ember elnyomó, és ötből négy ember viszont szociális ember, és minden szociális ember, ha tanulna, bekerülhetne az aranykorba. Ami azt jelenti, hogy ez mostani állás szerint ez 6,4 milliárd ember tudna bekerülni. Jó is lenne, hogyha ez így lenne. Nagyon örülnének a fentiek, mert 6,4 milliárd olyan ember lenne, aki egy olyan körülmények között tudnának továbbfejlődni, ahol nincs elnyomás. Tehát nincs elnyomás.
elnyomómentes társadalmi forma az aranykor. És az azt jelenti, hogy onnan, ugye továbbfejlődve, eljuthatnának az emberek vissza abba a létformába, ahonnan az emberek jöttek. Márpedig mit jelent az, hogy az emberek? Nem a testünk jött abból a létformából, hanem a lelkünk. Az egy magasabb életforma. Az azt jelenti, hogy minimum angyali életforma, de én inkább isteni életformának mondanám, és nagyon jó a nyelvünkben, amikor azt mondjuk, hogy ez isteni. Nem? Tehát lényeg az, hogy az aranykorba bejuthatna 6,4 milliárd ember, és itt egy kérdés van, mennyi fog bejutni. És utána van egy másik kérdés, hogy azok, akik nem jutnak be, azoknak a hozzátartozói, akik viszont bejutnak, hogy fogják kezelni azoknak az embereknek a nem bejutását, akik nem jutnak be az aranykorba. Mit jelent az, hogy nem jut valaki be az aranykorba? Az, hogy 2035 előtt elhalálozik. Tehát meghal. És itt egy kérdés lesz, hogy azok, akik be akarnak jutni az aranykorba, és tesznek azért, hogy bejussanak az aranykorba, hogy fogják azt a rengeteg, tehát a környezetükben lévő, közvetlen környezetükben lévő rengeteg halálesetet kezelni, ha azok nem akarnak fejlődni? Ez a kérdés. Mert ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy a szociális emberek 70%-a olyan, hogy csapódik. Abba az irányba csapódik, ami éppen az irány, a trend, az irány. Ha az irány rossz, akkor csapódik a rossz irány felé. Lásd, az emberek hány százaléka oltotta be magát a különböző országokban. És ez ugye régóta láthatod, hogy az emberek jó része az nem logikus döntést hoz, hanem érzelmi döntést, ami azt jelenti ennél a csapódásnál, hogy hova csapódnak az emberek, milyen irányzathoz csapódnak az emberek, az attól függ, hogy mondok példát, ugye régen még nem volt tévé, és azt mondták az emberek, minek kell tévé, mikor ott van a mozi. Annak ellenére évek alatt sok embernek lett tévéje, nem? De kiknek lett először? A bátraknak, nem? Akik azt mondták, hogy kit érdekel, hogy vannak mozik, azért veszek tévét. Majd utána lett a színes tévé, a fekete-fehér után, és azt mondták az emberek, hogy minek a színes tévé, mikor ott a fekete-fehér. Ugyanúgy látom fekete-fehérbe. Nem tudom, hány embernek van otthon fekete-fehér tévéje. Tehát gyakorlatilag voltak mindig bátor úttörők, akik meglépték az első lépéseket, akik után mentek a kevésbé bátrak, és legvégül a legkevésbé bátrak. És ez a 70%, ez a legkevésbé bátor. Azok mindig csapódnak. Ami azt jelenti, hogy körülbelül a lakosság, illetve a, mondjuk az aranykor esetén, körülbelül a 3%-a a szociális embereknek az, amelyik bátor. Utána lesz egy 27%, amelyik kevésbé bátor, de még megvan benne a bátorság, és őket lelkesíteni kell. És utána marad még 70%, aki gyakorlatilag nem bátor, csak mivel már a 30%-as csinál valamit, ezért ők is csapódnak. Nem tudom, Villa, hogy már nekem ne legyen alapom, vagy nehogy már, ha másik is csinálja, akkor én valamiből kimaradjak. Alapon működik. De ezek nem elnyomók az ilyen emberek, hanem egyszerűen így működnek. Egy ilyen neveltetési problémájuk van.
Szó szerint. Tehát hiányzik belőlük a kezdeményező készség. Tehát az emberek, most a szociális emberekről beszélek, az emberek 70%-ából hiányzik a kezdeményező készség. Belőled nem hiányzik, mert itt vagy. Jó? Tehát te nem oda tartozol. Tehát lényeg az, hogy gondold végig, és mi van akkor, hogyha későn gondolják meg magukat. Az a 70%. Hát az akárhogy nézzük, ugye levesszük a 20%-ot, akik eleve ugye antiszociális emberek, az eleve be sem juthatnak az aranykorba. Az 1,8 milliárd ember, ugye mínusz 70%-a ugye a teljes maradéknak, a 6,4 milliárdnak, az ugye a 6,42, az úgy durván olyan 44,5 milliárd még abból. Érted? És akkor ugye számogatunk, akkor marad gyakorlatilag hány százalék? Otto? Hát ugye, mert ugye visszafelé úgy számolunk, hogy azt mondja, hogy a 6,4 milliárdnak marad a 30%-a, az 1,8 milliárd. Jól számolok? Durván. Na szóval. Az azt jelenti, hogy 1,8 milliárd, akkor 6 milliárd ember meghal. 6,2 milliárd. Legjobb esetben is. Ha nem kapnak észbe a szociális emberek 70%-a. Mert ugye a szociális emberek 30%-a az előbb-utóbb észbe kap időben. Még időben. De a 70%-a mi lesz? Szociális emberek 70%-a. Az kifut az időből. 9 év kell ahhoz, hogy amit tanulunk most elnyomásfeloldó kócsképzésben, a kettes típusú LB, emlékeztek? Az azt jelenti, hogy elnyomott. Tehát ugye mondom azoknak, akik ugye most hallgatnak élő adásban, és azt se tudják, miről beszélek, azoknak mondom, hogy vannak az elnyomók, és ha valaki elnyomói környezetben van, szociális emberként, akkor elkezd bénán viselkedni az életben. Tehát az elnyomó olyan hatással van rá, hogy elveszti a normális működését az illető. Tehát ugye ez az egyes típusú elnyomott, mikor egy embert elnyom egy elnyomó. De van egy kettes típusú elnyomott is, amikor az ember elnyomásban részesült az életében. Mi az elnyomás? Minden fizikai vagy lelki fájdalom, ami az életedben volt, elnyomásként élted meg, és ha azt nem értetted meg, hogy az miért kellett, hogy megtörténjen az életedben, akkor elnyomottként élted meg. És ezáltal ez a múltbéli negatív emlékkép, ez tud olyan hatást kifejteni a jelenben, hogy valami emlékeztet, vagy valaki emlékeztet, valaki vagy valami emlékeztet egy múltbéli elnyomásra, és akkor elkezdesz úgy viselkedni, mint mikor a múltban elnyomtak. Na most akkor kérdezném, hogy kinek van valami ízületi fájdalma, tegye már föl a kezét. Bármilyen, nem most jelenben, úgy általánosan, bármilyen ízületi fájdalma, jó? Még magasabbra jó, hogy jobban lássam, köszönöm szépen. Ú, de nagyon sokan. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy abban azt te biztos, hogy megütötted valamikor gyerekkorodban, ahol most fáj. Oké, még egyszer mondom, ahol fáj az az ízületi fájdalom, ahol neked van, az tudni, hogy gyerekkorodban megütötted, úgy, hogy fájt, és nem kicsit. Az a fájdalom, az nyomot hagyott benned, ami azt jelenti, hogy nem jól kezelték a felnőttek a környezetedben, ezért múltbéli negatív emlékképként rögzült, mint fájdalom,
És ezért a jelenben bármi emlékeztet arra a múltbéli eseményre, rögtön elkezd fájni az a testrészed, amit megütöttél. És ráadásul az embernek van egy olyan működése, hogy képzeld el, hogy képes generálni további emlékképeket. Az azt jelenti, hogyha valahol elkezd azt fájni, tehát nem a megütést, utána következő időszakban bármikor elkezdett fájni, és az érzékeléseddel vetted azt a környezetet, amiben elkezdett fájni, az hozzárakódott a múltbéli negatív emlékképekhez, és ha valami, mondjuk ez a második fájdalom idejéhez hasonló dolgot tapasztalsz, akkor ugyanúgy kiújul a fájdalom. És ezt lehet, hogy már 30-szor generáltad, 30-szor különböző környezetben, amit mondhatjuk azt, hogy az érzékelésed teljes egészében lefotózott, levideózott, érted? És bármi olyan helyzet van, ami hasonlít bármelyik a 30-szor történt fájdalomhoz, érted? A körülményhez, az eseményhez, a történéshez, akkor emlékeztet, és bármi emlékeztet azokra, bármelyikre, akkor rögtön kiújul a fájdalmad. Így működik az ember. Tehát mondom, bárkinél lemerném fogadni, hogy bármilyen tartós, rendszeres fájdalma van, hogy gyerek korában megütötte azt a testrészét. Oké? Okay. Tehát például valakinek mondjuk, mit tudom én, migrénszerű fájdalmai vannak. Feje, ugye az a fejnél van. Ki van csukva, hogy gyerekkorában nem ütötte meg a fejét nagyon? Ki van csukva? És nem köthető össze fizikailag ez a dolog, csak mentálisan köthető össze. Szellemileg. Oké? Okay? Köthető össze. Tehát bárkinek rendszeres fájdalmai vannak, bármilyen téren, visszavezethető arra a pontra, ahol kialakult ott egy fájdalom külső behatásra. Tehát nem belülről történt behatásra, külső behatásra. Na most gondoljátok végig, hogyha az ember így működik, akkor nem kell 9 évhez kiiktatni. Ha te azt gondolod, hogy 9 nap alatt kiiktatod, akkor te nagyon tudatlan vagy. De azt gondolod, 9 hónap alatt ki tudod iktatni, akkor is nagyon tudatlan vagy. Ehhez kell 9 év tanulás. És tudod, miért kell 9 év tanulás? Most van az elnyomás feloldó kocs, ahol pont ilyen dolgokat tanulunk, előtte pedig volt a személyiségfejlesztő kócs, ahol például azt tanultuk, hogy minden embernek van egy személyes éve, ami 9 évenként ismétlődik. És a személyes éveid révén, tehát 9 személyes éved van, a személyes éveid révén meg kell tapasztalnod minden évet. És mivel 9 személyes éved van, ezért 9 éven keresztül tudod megváltoztatni úgy önmagadat, a gondolkodásodat, mert a tested az meg tud változni 7 év alatt, de a gondolkodásod megváltoztatásához 9 évre van szükség. És 9 év alatt tudod megélni azokat a történéseket önmagaddal kapcsolatban, ami létrehozza a változást a gondolkodásodban. A teljes átváltoztatás. Tehát egy ember képes a saját testét 7 év alatt megváltoztatni, de a saját gondolkodásához, megváltoztatásához 9 évre van szükség. És ha csak 8-at számítunk, akkor egy évet, amit meg kellett volna élni az illetőnek, nem élt meg, és ezáltal nem tudja meg,
tenni azt a változást, amit neki meg kell tennie. Világos voltam? De hát biztos, hogy az emberek olyan okosak, hogy ezt jobban tudják, mint a tények, mint amit az embernek meg kell csinálni, mint amit én megtapasztaltam sok tízezer ember révén, és annak a tudásnak révén, amit befektettem magamba, szó szerint milliókat fektettem a saját tudásomba, nem mostanába, hanem amikor sokkal többet ért egy millió. Oké? Na most akkor gondoljátok végig, hogy mennyire van szükség a tényleges tudásra. Tehát oda be kell kerülni 2035-re úgy, hogy az ember nem elnyomoskodik, és képes uralkodni teljes egészében az érzelmein. A negatív érzelmein, nem a pozitív érzelmein, hangsúlyozom, a negatív érzelmein uralkodni. A pozitív érzelmeiden nem kell uralkodni. Valakinek a nyakába akarsz ugrani, ugor nyugodtan. Semmi gond nincs ezzel. Oké? A negatív érzelmeken kell uralkodni. És ahhoz, hogy az ember tudjon uralkodni a saját negatív érzelmein, kell 9 év megélés. Érted? És 9 év odafigyelés a megélésekre. És az a helyzet, hogy minél több emberre tudsz odafigyelni, annál gyorsabban látod a saját fejlődésedet. Érted? Tehát annál jobban, határozottabban tudod látni a saját fejlődésedet, mert mások tapasztalatát is magadba tudod szívni. Érted? Tehát ha az ember gyorsan akar fejlődni, akkor itt lehetőség van arra, hogy legyen saját csapatod, akik bizalmat fektetnek beléd, mert te bizalmat fektettél beléjük, és megosztják veled az élethelyzeteiket, hogy segíts nekik megoldani az élethelyzeteiket. Érted? És te segítesz nekik az élethelyzeteik megoldásában, és ezért olyan tapasztalatokat is meg tudsz élni, amit neked ezáltal nem kell megélni, mert helyetted kapsz olyan embereket, akik megélik azokat a helyzeteket. És ez egy csodálatos dolog, mert most 2026-ig, ez is le van írva, ha tovább lapoznék, 2026-ig választódik ki, hogy kik lesznek azok az emberek, akik tanítják és vezetik az embereket. Tehát a tanítás, a vezetés, az a jövőben, az egy kalap lesz. Tehát azok taníthatnak, akik tudnak vezetni, azok vezethetnek, akik tudnak tanítani. Oké? Én sok olyan embert ismerek, aki tud vezetni, de nem tud tanítani. Sok olyan embert ismerek, aki tud tanítani, nem tud vezetni, vagy nem tudom, jól mondtam-e, mindegy, az a lényeg. Jó? Tehát lényeg az, hogy egyiket tudja, másikat nem. Tehát 2026-ig választódnak ki azok, akik jelentkeznek, hogy én akarok tanulni is, tanítani is, nem tanulni, mert ugye az mindenkinek kell, tanítani is, meg vezetni is. Mert szabad akarat van. Nem mindenki akarja azt, hogy tanítson is, meg vezessen is. Én voltam olyan helyzetben, amikor csak tanítottak, nem általános iskoláról és középiskoláról beszélek, hanem amikor felnőtt képzésben vettem részt. Megmondom őszintén, én jó diák akartam lenni, felnőttként, és jó diák is voltam, és ha bármikor elmegyek képzésre, én ott mindig jó diák vagyok. Annak ellenére, hogy lehet, hogy többet tudok, mint az oktató. Többször ez bebizonyosodott, hogy jobban tudtam a dolgokat, mint maga az oktató. De ezt nem nyilvánítottam ki, csak ha kérték. Ha nem kérték, nem nyilvánítottam ki. De volt olyan, hogy azt mondta, hogy jó, akkor csináljunk meg egy gyakorlatot. Megcsináltuk a gyakorlatot, az összes résztvevő, többek közt az oktató is, és az én, tehát időre ment az egész, és én voltam az első. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy az ember, hogyha vezet
vezet és tanít, tanít és vezet, az sokkal jobb, mint mikor csak tanul, érted? Sokkal jobb. Miért? Ezt az előző képzésben elmondtam, emlékeztek? Mert van egy érdekes emberi tulajdonság. Az az érdekes emberi tulajdonság, hogy ha ugye jó szívvel gondolnak rád, minél többen, annál jobban fognak menni a dolgaid az életedben. Ezért gondoljátok végig, mennyire fontos az etika képzés. Hogy az ember etikus tudjon maradni bármilyen helyzetben. És azáltal jó szívvel gondoljon rád az emberek többsége, mert nyilván irigyeid akkor is lesznek, meg gonoszok akkor is lesznek, de hogy az emberek többsége jó szívvel gondolja rád. És minél jobb szívvel gondolnak rád, annál jobban fog menni az életed. Oké? Tehát, és akkor gondoljátok végig, 2026-ra az már nem olyan sok, hát lassan már, ugye most már túl vagyunk fél időn ebben az évben, lassan megyünk 2023 felé, hát van 2026-ig, 23, 24, 25, 3 és fél év, már nem egész 3 és fél év. Ez alatt a 3 és fél év alatt választódik ki, hogy kik lesznek azok a tanítóvezetők. És gondold végig, te itt vagy, még időben vagy, ami azt jelenti, hogy még 26 előtt vagy itt. Hát az annyit jelent, hogy nem magadtól jöttél ide, bár azt gondolnád, hogy magadtól jöttél ide, ide rendeztek. Kik? A fentiek, földi helytartóik, azok a segítő angyalok. A segítő angyalok szervezkednek szépen a háttérben láthatatlanul. Hiszen ők negyedik dimenziós lények, ugye a legtöbb ember ezeket az angyalokat nem látja. Megszervezik a dolgokat, megszervezték azt is, hogy te tanuló legyél. Az, hogy milyen formában, kinél, hogyan, miként, az ugye ez egy más lapra tartozik, de az biztos, hogy ők szervezték meg. És onnantól kezdve tehát kiválasztottak, de az angyalok nem szerveznek másként dolgokat, csak úgy, hogy ezzel kapcsolatban felülről, fentről, ugye amit úgy hívnak, hogy isteneink, kapnak útmutatásokat. És annak alapján csinálják a dolgukat. És az azt jelenti, hogy gondold végig, a fentiek kiválasztottak téged arra, hogy adj magadnak egy esélyt, hogy legyél tanuló és vezető. Vagy vezető és tanuló. Érted? De mivel szabad akarat van, hát rajtad áll a döntés. Jó? Nem volt ez mindig így, az embereknek sokáig, az 1800-as évek végéig gyakorlatilag nem volt szabad akaratuk. Tehát csak onnantól indult ez az egész. Jó? Tehát valamivel több mint 100 éve van szabad akarat. Tehát most gondold végig, egy olyan világba érkeztünk, ahol az embereknél azt fogod látni, hogy egyre boldogtalanabbak, és mi meg azt mondjuk, hogy ennek a tudásnak a hatására, mivel te könnyebben fogod megoldani a problémáidat, sőt megelőzni, ezáltal könnyebb lesz az életed. Hát elég fontos lesz a következő időszakban, hogy az embereknek könnyebb legyen az életük, hát akik ezt válasszák. Tehát van egy fontos dolog, ugye erről már a legelső, mai nap legelső előadásában beszéltem, mert ugye ez a negyedik előadás ezen a napon. Beszéltem, hogy na miről beszéltem? Már nem tudom, mindegy. Szóval lényeg az, hogy majd visszahallgatjátok az első részt, akit visszatudjátok. És akkor beszéltem sok mindenről. Ja, na, szóval, lényeg az, hogy olyan tudást nyújtunk, ami bizonyítottan működik az emberek életében, ha használják. Hát egy tudás, az soha nem működött magától.
Ki az, aki tanult valamilyen szakmát? Szakmát? És tudtad úgy alkalmazni a szakmádat, hogy nem használtad? Hát ugye elég nehéz lett volna, nem? Hát a szakmádat ugye akkor tudtad működtetni, hogyha alkalmaztad azt a tudást, amit tanultál, meg amit megtapasztaltál. Na hát ez nálunk is így van, hogy akkor ér valamit a tudás, ha használod. És ezért például van olyan coachképzésünk, ahol a tudás akadályának legyőzéséről tanulnak az emberek. Mert a tudás használatát akadályozzák dolgok. Tehát egy tudás az nem tudás, ha nem használod, vagy nem tudod használni. Az nem tudás. Az csak tanulás. Érted? Tehát a tanulás az még nem tudás. De ezért nálunk fontos, hogyha valaki mondjuk nem ért valamit, akkor azt jelezze, és tisztázva legyen a meg nem értése. Mert a meg nem értés az egy olyan dolgot okoz az ember életében, hogy az utána jövő tanulási rész az kimarad. Tehát tanulsz egy témát, és elakadsz, valami meg nem értés véget, és az utána jövő rész az teljesen kimarad. Ha valami más témát tanulsz, ami nem kapcsolódik ahhoz, akkor ez természetesen megint egy más dolog. De ott is ugyanaz van, hogy keletkezik egy meg nem értésed, és ha az nincs tisztázva, az a meg nem értés, akkor abban a témában nem fogsz tudni tudást elsajátítani. És ez volt az iskolában a legnagyobb probléma, hogy a tanárok nem foglalkoztak azzal, hogy a diák elakadt a megértésben. Tehát eddig értette, innentől meg már nem. Elnézést. És ez úgy működik, hogy egyszerűen az embernek, mikor meg nem értése van, akkor meg kell találni a meg nem értést, tisztázni kell a meg nem értést. Tehát mondok egy példát. Általában azt szokták kérdezni a gyerektől, hogy fiam, mit nem értesz? Hát az ember tudná, mit nem ért, akkor nem kérdezett volna, vagy nem állt volna meg a tudásban. Hát eleve nem azt kell megkérdezni, hogy mit nem értesz, hanem meddig értetted. Érted? És akkor onnan kell tovább haladni, ameddig értette. Szóval, gondold végig, hogy a legtöbb ember még ilyen alapvető dolgokat sem sincs tisztában, mert nem tanították az iskolába, hogy hogyan győzze le a tanulás akadályait. Majd később, mikor tanul, akkor a tudás akadályait. Tehát ugye még az embernek a tanulás akadályait is le kell győzni. Amikor megtanul, akkor a tudás akadályait. Ugye a tudás még egyszer, az azt jelenti, hogy tanulsz és tudod használni a tudást. Oké? Tehát gyakorlatba át tudod vinni. Tehát elég komoly problémát jelent például ez a dolog, hogy az emberek tanulnak, és a kutya nem foglalkozik azzal, hogy miben akadtál. Jó, tehát hogy hol akadtál, és nincsenek tisztázva az elakadásai. Mikor kezdtem én? Időm van. Ránéztem az órára, és mondom, ennyi idő eltelt. Én megmondom, még belefogok itt dolgokba. Jó, hát akkor nem fogok. No. Akkor nézzük gyorsan. Lényeg az, hogy itt van egy közösség, ahol várjuk azokat az embereket, akik szeretnének olyan tudáshoz jutni, amivel tudnak segíteni a környezetükben lévő embereken. Oké?
És én azt tapasztaltam, hogyha egy ember segít másoknak, tehát tudással segít másoknak, akkor keletkezik benne egy olyan érzés, hogy húha, ezt én a civil életemben így használom. És ha esetleg rájön arra, hogy hú, nem is így használom, mint ahogy tanítom, akkor hajlamossá válik arra, hogy elkezdje úgy használni azt a tudást a saját életében, mint ahogy kinyilvánította mások irányában. Jó, én ezt tapasztaltam az embereknél úgy általánosan, hogy ez nagyon jól működik, hogy az életükbe átviszik azt, amit átadnak tudást. Érted? Tehát azzal semmi gond nincs, hogyha ez a sorrend, csak legyen egy ilyen sorrend. És most képzeld el, hogyha a saját életedet azáltal, hogy segítesz másoknak, rendbe tudod rakni, akkor mi baj lehet veled? Itt van egy közösség, ahol az emberek jól érzik magukat, ahol tudunk egymásnak segíteni abban, hogy boldoguljunk az életünkben, és te ennek a közösségnek a résztvevője tudsz lenni, és várunk szeretettel téged. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a tartalmas előadást. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem, és hogy azóta is itt tanulok a Nyílt Akadémiánál, mert nagyon-nagyon sok hasznos tudásra tettem szert, és ezeket a tudásokat beépítem az életembe, és ebben megkísérlek segíteni másoknak, a tanulóknak átadni, és ezek által tudunk segíteni a csoportunkban lévő tanulóknak, és a tanítások által, illetve amit a tanulók megtapasztalnak az életükben, tehát azok tulajdonképpen visszatükröződések nekünk, és hogyha például saját magamon tapasztaltam olyanokat, hogy a tanulókkal beszélgetünk, és elmondja, hogy milyen gondolatai vannak, és akkor néha tapasztalom, hogy hát nekem is vannak még ilyen gondolataim, úgyhogy akkor még nem jól csinálom, változtatni kell rajta. És tehát mindig van még javítani, mindig tökéletesíteni kell ezt, hogy tehát hogy mindig arra törekedjünk, hogy egyre jobban csináljuk, és jobbak legyünk benne. És aki még nem tanul itt a PPH-nál, de hallgatja az előadásokat, őneki szeretném javasolni azt, hogy ha felkeltettük az érdeklődését, és szeretne magának, illetve a környezet, vagy szeretne egy jobb környezetben, egy boldogabb környezetben élni, akkor azt a tudást és azt a szeretetet, azt sugározza ki magából, és szeretettel gondoljon az emberekre, és akkor a környezetében élő emberek egyre boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak, és egyre nagyobb szeretetben fognak élni. Meg szeretném kérdezni tőletek, hogy a mai nap folyamán mindenkinek emelkedett a szeretet energiája, hangulata által a szeretet energiája? Akkor ezt a környezetetekben terjesszétek, és hogy ez az energia kiterjedjen, és egyre több ember kerüljön a környezetetekbe, akikre hatással tudtok lenni. És mindenkinek, tehát nagyon örülünk, hogy ennyien megtiszteltetek bennünket, hogy részt vettetek az előadáson. És kizökkentett a nosztalgia.
Várj, én is akarok még beszélni. Akkor átadom a szót neki. Köszönöm. Hát mert én is el akarom mondani, hogy az én életemben is az egyik legjobb döntésünk volt az, amikor elkezdtünk itt tanulni, és hogy azóta is itt tanulunk. És úgy gondolom, hogy ez a tanulás, ahogy itt Miklós beszélt a 2035-ig, meg még 9 év, még jó időben vagyunk, és hogy ez az életünk végéig fog tartani, ez a tanulás, sőt, még azon is túl. Hiszen remélem, hogy még kapunk egy pár száz évet majd, hogyha már bejutunk az aranykorba, és azt is nyilván tanulással kell majd töltenünk. Úgyhogy amiket itt tanulunk, amilyen felismeréseink vannak, és amiket tovább tudunk adni, azt gondolom már eddig is nagyon sokat változtattak az életünkön. Sőt, most már én azt érzem, hogy a csapatunkban is sok ember életén változtatott jó irányba, és remélem ez folytatódni fog, és tudunk még segíteni. És ezáltal a tanítások által, a csapat által itt egy csodálatos közösségre leltünk, és hát olyan pozitív, feltöltő energiára, amit ugye itt a Jácint is kérdezett az előbb, hogy nagyon jó azt gondolom ide tartozni, ide a PPH-hoz, közétek. És van egy csodálatos tanítónk, egy igazi mesterünk, akitől az, szerintem az további, akkor mondom úgy, hogy több száz évben is remélem kapunk még további tudást, és vezet minket továbbra is, hogy minél könnyebb, minél jobb életünk legyen, és ezzel tudjunk másoknak is segíteni. Ezért azt javaslom mindenkinek, aki még nem tanul itt, aki csak gondolkodik, hogy már ne gondolkozzon, ne tétovázzon, hiszen biztos, hogy nem, már többen is elmondták, hogy aki minket megtalál, a PPH-t megtalálja, az előadásokat, mint ahogy Jácint is ráakadt annak idején, az nem véletlen. Ahogy az imént Miklós is mondta, mi sem véletlenül vagyunk itt, és senki sem véletlenül kerül ide. Nekünk dolgunk van, felelősségünk, ahogy elhangzott, tanítani és vezetni az embereket, azért, hogy mindenkinek sokkal jobb élete legyen, és bejuthassunk az aranykorba együtt, és még annál is tovább, az operenciás tengeren túlra, tehát egy felsőbb létformába oda-vissza, ahonnan érkeztünk, és ehhez kívánok nektek sok tartalmas előadást Miklóstól, és sok türelemgyakorlást, mások segítését, sok-sok szeretetet és elfogadást, hogy ebben mindebben részünk legyen közösen. Ezzel a mai szeminárium végéhez értünk, hogy éreztétek magatokat? Még egyszer megkérdezem. Bővebben. És még egyszer köszönjük nagyon hálásan Szedlacsik Miklósnak, hogy megszervezték, hogy ma itt együtt lehettünk, és külön köszönjük még, hogy a mai nap házigazdái lehettünk, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy velünk töltötte ezt a csodálatos napot. Vigyétek haza magatokkal ezt az emelkedett, szeretett teljes hangulatot, és tartsátok meg minél tovább, lehetőleg a következő szemináriumig. Szeretettel várunk benneteket a következő szemináriumon augusztus 14-én.